A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Magyar lelátó. A magyar sportélet más lelátószögből. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, önök a Magyar Lelátó sportmagazint hallják. Mostani vendégünket akár 5 szóban is össze lehetne foglalni röviden. Pécs, Vasas, Montpellier, Nemzeti Sport és Sport TV. És bizonyára mindannyian tudják, hogy kiről van szó. Zombori Sándor, egykori válogatott labdarúgót köszöntöm sok szeretettel, szervusz! Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat! Ugyebár pécsi születési vagy, 26 éven keresztül játszottál a meccsek alján, egészen utánpótlás korodtól kezdve, onnan mentél később majd a Vasasba. Milyen volt akkoriban a pécsi futball? Hát akkoriban nagyon népszerű volt, bár én azt hiszem, hogy a mai pécsi futball sem rossz, szeretik Pécsen nagyon a labdarúgást, de hát abban az időben azért sokkal többen jártak ki a mérkőzésekre. Igaz, hogy szenzációs egyéniségek futballoztak abban az időben, amikor én még gyerek voltam. Hát most nyugodtan felsoroltam az egész csapatot, mert érdemes volt kimenni a PRSK pályára, mert ott játszott a csapat, mert külön stadionja nem volt a pécsi Dózsának. Tehát ha csak úgy elmondom, hogy Rab, Hernádi, Móricz, Konrád, Kincses, Rádi, Tüske, Bércesi, Máté, Daka, Török, hát azt hiszem, hogy ezeket a játékosokat nem kell bemutatni. És Zomborit sem kell bemutatni. Érdekesség, hogy ugyebár akkoriban Budapest-centrikus volt a magyar labdarúgás, ez most már kevésbé mondható el. Lehet mondani, hogy ezek a vidéki városok és ezeknek a futballcsapatai egy ilyen műhelyek voltak, amelyek feladogatták Budapestre a legjobb játékosokat? Igen, egyértelműen, tökéletesen fogalmaztad meg. Valóban abban az időben azt kell mondani, hogy a vidék termelte ki a fővárosnak a futballistákat. Hogyan éled meg a mostani pécsi futballnak a gazdasági válságát? Mindamellett úgy, hogy ha bár Matyi Dezső úgy tűnik, hogy elmegy a meccsek aljáról, de viszont szakmailag azóta a klub egyenesen parádézik. Hát nagyon nehéz ebbe bármiféle véleményt formálni, mivel nem látok bele a belső dolgokba. Én nagyon drukkolok annak, hogy a pécsi futball az minél jobb és jobb legyen. Most ez egy nagyon jó út, amin járnak. Két nagyszerű sportember vezeti a csapatot. Ugye hát Lőrinc Emilről meg Márton Gáborról hát csak csupa jót lehet mondani. Most úgy néz ki, hogy a szakmába is, tehát amikor át kell adni a tudást, abban is nagyon jók. Ugye már 1975-ben igazoltál a Vasashoz, és ha bár gondolom, utólag egyáltalán nem bántad meg, sőt valószínűleg akkor sem, de azért ez egy kötelező lépés volt. Igen, hát abban az időben kicsit más volt a helyzet, akkor az OTSH-ban döntötték el, hogy kik azok a játékosok, akiknek mondjuk vidékről Pestre kell kerülni. Ez egy olyan szituáció volt, hogy a Tóth Józsinak meg nekem akkor, hogy úgy mondja, Mukászba adták, hogy akkor irány Budapest, de hát szó sincs arra, hogy megbántam volna. Annyira, hogy nem, hogy ragyogó eredményeket sikerült elérni a Vasasra, és ezeknek a sikereknek a kovácsa, talán nyugodtan lehet mondani, hogy Ilovszky Rudi bácsi volt, aki a Vasas nagy-nagy legendája. Milyen volt a kapcsolatotok? Hát szenzációs, azt is mondhatom egészen egyszerűen, mint apa-fia kapcsolat volt. Ilovszky Rudolf szenzációsan tudott bánni az emberekkel. Csodálatos ember volt, remek szakmai felkészültséggel rendelkezett, de hát hozzá kell tennem azt, hogy akkoriban, amikor én oda kerültem, akkor igen, jó játékosok alkották a Vasas keretét. Én a mai napig azért azt sajnálom, hogy mi voltunk az utolsó bajnok csapata a Vasasnak. Továbbra is Zombori Sándorról beszélgetünk itt a Magyar Lelátóban. Ez a költözés mennyire viselt meg? Budapest ugyebár egy, hát lehet mondani, hogy nagy város, legalábbis Pécshez képest mindenképp, most nyilván New Yorkhoz képest nem. Tehát mennyire volt nehéz budapesti életet megszokni? Hát tulajdonképpen olyan nagyon nehéz nem volt, és ezt minden köszönet a játékos társaimnak, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy nem volt, hogy úgy mondjam, semmi különösebb probléma, hogy beilleszkedjek a csapatba. Az, hogy a Budapest mennyit számított, hát abban az időben azért az ember a futballpályán és a lakásában töltötte az idejét, tehát nem sokat sétáltam én Budapesten. Aki jól ismer, az tudja talán, hogy Szentendrén élsz, és ezt azt hiszem nem kulisszatitok. Magadat mégis hogyan jellemezni? Pécsi születésű vagy, aki élt Budapesten, ugyebár majd még beszélni fogunk a franciaországi kalandról, most pedig Szentendrei.
Azt mondjuk a Zombori Sándor, akkor ő melyik településhez kötődik leginkább? Hát az az igazság, hogy én örökre pécsi maradok. Ezt én vallom mindenképpen. De nagyon szeretek Szentendrén élni. Ez a nyugalom szigete Magyarországon, csodálatos hely, és hát maximálisan jól érzem magam. A Vasas sincsen sokkal könnyebb helyzetben, mint a Pécs, ráadásul egy osztályon lejjebb találhatóak meg. Ez téged hogy érint? Hát megmondom őszintén, hogy elszomorító a Vasasnak a helyzete, de hát ott is eléggé bonyolult a szituáció. Hát nagyon remélem, hogy egyenesbe jön megint a klub. Ha jól hallottam, mert ugye nem vagyok benne ebben sem teljes mértékben, hogyha Jámbor János visszatér, akkor szerintem ismét szép időszak elé néz a Vasas. Legyen így. Ugyebár a Vasasból mentél Franciaországban, Montpellier együtteséhez igazoltál, ez mennyire volt akkoriban egy hát váratlan fordulat? Ugye, ha jól tudom, akkor magyar játékosok nem igazán mentek akkoriban külföldre, nem úgy, mint most, neked megadatott ez a lehetőség. Igen, hát a szerencsések közé tartoztam abban az időben, Fazekas Lacival együtt mi voltunk az úttörők, akik kimehettek. Hát az, hogy én Franciaországba kerültem, annak azért volt egy kis előzménye, ugye a 78-as világbajnokságon a franciák ellen sikerült egy gólt rúgnom, és azért azt a világbajnokságot sokan látták, ráadásul Franciaországba is, így aztán egy közvetítő segítségével kerültem ki. Mennyire sikerült gyorsan elsajátítanod akár a francia nyelvet, akár a francia életstílust, az étestílust is egyébként, akár a csigáknak a világát, tehát mennyire érezted magad otthon már a kezdetektől? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a francia nyelv elsajátítása az nem volt könnyű. Az első időszakban természetesen az alapszavakat mindenképpen meg kellett tanulnom ahhoz, hogy kommunikálni tudjak a játékostársaimmal, de ez elsősorban a futballra vonatkozott. Aztán igazából a nyelvet úgy sajátítottam el, hogy beiratkoztam egy ilyen gyors talpalóra, és aztán ahogy lehetett, úgy képeztem magam. Meg azt tudni kell, hogyha valaki egy olyan közegben van, ahol nem beszélnek magyarul, csak franciául, akkor az nagyon gyorsan megtanulja a nyelvet. Velem is ez történt. Csapatkapitánnyal választottak a játékostársak, ami azt gondolom nagyon nagy dolog külföldi játékos számára. Ez mennyire jelentett neked akár felelősséget, akár pedig egy nagy dicsőséget? Hát inkább nagy dicsőséget, felelősséget nem nagyon, mert ez végül is elismerése volt annak, hogy én kikerültem Montpellierbe, és most szerintelenség nélkül állíthatom, teljesítettem. Tehát így utólag azt kell mondanom, szeretett a közönség, a játékosokkal nagyon jó kapcsolatban voltam, vagyok is ma többekkel, azon kívül az elnök úr is, hogy mondjam, nem felejtett el, bármi történik Montpellierbe, abban a pillanatban jön a telefon és a meghívó. A nevedet egyébként jól tudták kiejteni? Igen, ki tudták ejteni. Továbbra is Zombori Sándorról beszélgetünk itt a Magyar Lelátóban. Ugyebár említetted, hogy csapatkapitány voltál, Franciaországban játszottál, teljesen logikusnak tűnt volna, és ez egy kényes téma, amelyről azt hiszem nem szeret sokat beszélni, és ezért nem is fogunk, de nyilván érinteni kéne, hogy a magyar válogatottban viszont nem találtuk meg Zombori urat. Ennek mi lehetett az okai? Hát az az igazság, hogy ezt nem tőlem kellene megkérdezni, bennem is van hiányérzet. Én úgy gondolom, hogy sokkal több volt bennem, mint ami ez a 26 válogatottság jelent. De mondom, ez nem az én feladatom ezzel foglalkozni, megvan ennek a magyarázata. Világos. Három klubban játszottál összesen, ez egy igazán ritka történet, azt hiszem, főleg, hogyha a mai futballistákat nézzük, akik tényleg nagyon gyakran váltogatnak klubokat. Ez a véletlen műve volt, hogy ennyire hűséges típus voltál, vagy tényleg ennyire fontos volt neked a klubnak a címere? Az igazság az, hogy azt kell mondanom, hogy minden klub, ahol játszottam, és ez a három klub nekem nagyon fontos volt, és én nagyon elégedett voltam. Az a felvetésed, hogy ma sokan váltanak, ez már egyértelműen anyagi kérdés ma. Tehát nem azért váltanak klubot, mert mit tudom én, haragudnának a klubra egyikre vagy másikra, hanem azért, mert jön egy újabb klub, és sokkal többet ígér, és a játékos ugye abban a pillanatban lép tovább. De például, hogyha a Montpellierből mondjuk megkeresett volna, nem tudom, a Paris Saint-Germain, mondjuk most ők a Franciaországban a leggazdagabb klub, akkor igent mondtál volna, vagy jelentett neked annyit az, hogy például csapatkapitány voltál és ott játszottál, hogy inkább azt mondtad volna, hogy itt inkább egy kisebb csapatban, de büszkén és nagy szeretetben? Hát erre nagyon nehéz ma válaszolni,
most már így nyugdíjasként kérlek szépen erre válaszolni, hogy abban az időben akkor mit döntöttem volna, nem tudom. És most nem lenne igaz egyik válasz sem. Tehát ha azt mondanám, hogy nem, én maradtam volna Montpellierbe, az sem lenne igaz, és az se, hogyha azt mondtam volna, hogy persze azonnal mentem volna a Paris Saint-Germainbe. Hogy mennyire megbecsültek téged Franciaországban, az jó példa arra, hogy utána még 2 évig számítottak rád a klubnál, milyen feladatot teljesítettél? Igen, hát elsősorban az volt a dolgom, hogy jártam az országot és néztem a játékosokat, azokat a játékosokat, akiket a klubvezetés úgy gondolt, hogy Montpellierbe kéne hozni, azokat én elmentem, megnéztem, véleményeztem, és már leültünk és megbeszéltük, hogy kik legyenek azok, akik érdemesek arra, hogy a klubba szerepeljenek. Továbbra is Zombori Sándorra beszélgetünk itt a Magyar Látóban. Mennyire volt neked ez egy olyan feladat, amit el tudtál volna képzelni, hogy mondjuk hosszú távon is üzöl, és nem csak a Montpellier-nél, hanem egyéb más csapatoknál? Mennyire szerettél bele ebbe a feladatba? Nagyon őszintén mondom, hogy nekem tetszett a feladat. Ráadásul azért az egy külön dolog volt, hogy megismertem Franciaországot. Tehát én napokon keresztül bent ültem az autóba, és mentem mindenhová a nagyobb városokba, és túl azon, hogy megismertem a labdarúgó klubokat, a játékosokat, azon kívül a városokat is megismertem, már úgy, ahogy, és ez szerintem egy óriási dolog. És akkoriban már, ha jól tudom, akkor elkezdtél kacsintani az újságírás felé, amely ugye későbbi életednek egy nagyon meghatározó és fontos döntése volt. Érdekesség az egyébként, hogy egy külföldi ember egy idegen országban kezd el újságíróként gyakorolni, szerintem nagyon ritka. Igen, hát ez tulajdonképpen a véletlen műve volt, bár való igaz, hogy amit említettél, hogy már úgy készültem arra, hogy mit fogok csinálni. És mindig is szerettem írogatni, tehát magamnak úgy írogattam, és aztán az a végén úgy jött ki, hogy ebből valóság lett. Én viszont milyen érdekesség, hogy lehetett róla tudni, hogy játékos korodban viszont nyilatkozni például nem nagyon szerettél az újságíróknak, inkább a tatai edzőtáborban elbújós típus voltál, tehát lehet, hogy a Zombori Sándor, aki újságíró volt, nem szerette volna a játékost. Nagyon nehéz erre mit mondani, valóban én soha nem igyekeztem szerepelni. Természetesen, amikor megkérdeztek, akkor nagyon szívesen válaszoltam mindenkinek, de nem voltam az a típus, aki jelentkeztem, hogy gyertek ide, engem kérdezett. Ugye már Franciaországból hazajöttél Magyarországra, és a akkori népsportnak, a mai nemzeti sportnak lettél az újságírója. Ez egy érdekes időszak lehetett. Mennyire tudtad a labdarúgást belülről nézni? Ugye már az újságírókat mindig azért kritizálják, hogy nem tudják a labdarúgó szemével nézni egy-egy mérkőzést, nem tudnak úgy írni, viszont neked megvolt ez a hatalmas adóászod. Igen, ez volt az én előnyöm ilyen szempontból, hogy amit leírtam, azt nagy részben elfogadták az emberek, természetesen hova tartozástól függően, mert hogyha negatívumot írtam valamelyik csapatra, akkor valószínűleg, hogy nem örült az a szurkoló tábor, vagy az a szurkoló, de jobban elfogadták a véleményemet, mint azokét, akik esetleg sose rúgtak labdába. Van egy felvétel a legnagyobb videó megosztó portálon, ahol a sportkommentátori debütálásodat lehet meghallgatni, egy haladás Tatabánya mérkőzés, amelyet Tatabányán rendeztek. Nem tudom, emlékszel-e arra a mérkőzésre, 2 olyan elképesztő öngól volt azon a találkozón, hogy az egészen hihetetlen. Schröter jön befelé a labdával. Ügyes háromszögletes, Schröter nagy helyzetbe, óriási lövés, és Mázi nagyon nagy bravúrral, és aztán gól Szalma hatalmas nagy hibája után. A labda a kapuba tartott, Szalma könnyedén kifejelhette volna, de olyan szerencsétlenül nyúlt bele, hogy a felső kapufára fejelte onnan, a gólvonalon túlrapattant. 1-0 vezet a vendégcsapat, a szombathelyi haladás. Ügyes háromszögelés, nagy kapja vissza a labdát, egyedül vissza a kapura, elgurítja, kapufa, és öngól! Micsoda hiba! Micsoda hiba! Hát most már olyan öreg vagyok, hogy erre nem emlékszem. Arra emlékszem, hogy Viczai Tamással együtt próbálkoztam én ezzel a szakmával, és egy rövid ideig ez működött is. És mi volt az, ami a legjobban tetszett neked? Úgy tudom, hogy ez egy régi álmod volt, hogy kipróbáld a közvetítés szerepét. Igen, nagyon, nagyon szerettem volna. Én mindig is nagy tisztelettel figyeltem azokat az embereket, akik közvetítettek, és akik megpróbálták átadni azt, amit a néző lát, vagyis segíteni inkább abba, hogy mit lásson. És ez nekem nagyon szimpatikus volt, ezt én nagyon szerettem volna csinálni,
aztán hát egy rövid ideig sikerült, azt utána mégsem. Továbbra is Zombori Sándorról beszélgetünk itt a Magyar Lelátóban. Amikor a sporttelevízióhoz mentél, mert hogy alapító gárdának a tagja vagy, ott akkor nem volt arról szó esetleg, hogy mérkőzéseket is közvetítsél? Nem, ez alapvetően a kezdésnél már úgy indult az egész, hogy mind szakértőként a stúdióban a riporterrel együtt elemezzük a mérkőzéseket. Ugyebár az írott sajtó és a televízió között is óriási a különbség. Mennyire volt nehéz megszokni a kamerák világát, hiszen lehet, hogy kevesen tudják, de azért nem könnyű három kamera keresztüzében ülni egy asztalnál, és közben még okos dolgokat is mondani. Hát igen, az az igazság, hogy ezt is meg kell tanulni. Tehát azt szintén el kell mondani, hogy az első időszakban magam is nagyon kerestem azt a kamerát, amelyik éppen engem vesz. Meg kellett tanulni azt, hogy amikor felgyújtott a piros lámpa, akkor az a kamera az, ahova beszélni kell. A másik pedig, amit meg kellett még tanulni az, hogy amellett, hogy természetesen oda kell figyelni arra, hogy a nézővel beszélgetsz, de melletted ott van a riporter, akivel szintén beszélgetsz, tehát meg kell találni azt a közös pontot, ahol mind a két felé teljesen normálisan viselkedsz. Legyen a partnerünk, hirdessen nálunk, vagy támogasson bennünket. 12 rádió szerte az országban, több mint 100 000 hallgató. Érdeklődni a hirdetés@magyarlelato.hu címen, vagy a 0620 2250-es telefonszámon lehet. Várjuk jelentkezését! Továbbra is Zombori Sándorral beszélgetünk itt a Magyar Lelátóban. Azzal a Zombori Sándorral, akit több generáció is ismer, és más-más szerepkörből, én például az a generáció vagyok, aki már a televíziózás miatt ismeri, mégpedig mint szakértő, ugye előbb beszéltük, hogy a sporttelevíziónak a csapatának a tagja, de viszont vannak nyilvánvalóan olyanok, hál' Istennek, akik még a játékos korában láttak téged játszani. Mennyire furcsa neked ez az ismertség, hogyha lehet, hogy kilépsz az utcán, akkor mondjuk megismernek az emberek. Azért többek között, mert ahogy említettem, szakkommentátori múltad, jelened is, reméljük jövőd is lesz. Hát reménykedem benne, hogy igazad lesz. Én nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogyha az utcán bárki rám köszön, megállok, beszélgetek. Valóban, szóval ez egyáltalán nem mellébeszélés. Én nagyon nagyra értékelem azt, hogyha ha valaki megszólít és leáll velem beszélgetni. Ez nekem mindig egy nagy öröm. Ugye a sporttelevíziónak lehet mondani, hogy a zászlóvivője a magyar labdarúgása, amióta megalakult, viszont eléggé nehéz eladni néha. Legalábbis az embernek az az érzése, hogy vannak olyan mérkőzések, amelyeket nagyon nehéz lehet úgy közvetíteni, hogy az emberek nem menjen el a kedve. Mondjuk pont amikor beszélgetünk, az előtti nap volt a Kecskemét-Ferencváros mérkőzés, és rögtön utána volt a Real Madrid-Barcelona találkozó. Hát a különbség az ijesztő volt a két mérkőzés között. Igen, de azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak a helyén kell kezelni a mi labdarúgásunkat. Az a baj, most ezt, hogy baj idézőjelbe teszem, hogy a televíziók jó voltából a világ futballját látjuk hétről hétre. És hát óhatatlanul is összehasonlítunk, ami hiba. Azért én azt mondom, hogy a mi labdarúgásunk sem rossz, természetesen vannak nagyon gyenge mérkőzések, de vannak azért jó mérkőzések. Minden meccsben meg lehet találni a szépet. Én úgy vagyok vele, hogy lehet egy összességében gyenge mérkőzésből is megtalálni néhány olyan momentumot, ami kiemelendő, ami szép. Ami érdekesség egyébként, hogy sokan úgy gondolják, hogy az, hogy minden mérkőzés közvetít a televízió szinte mindegyiket, ugye 8 találkozóból 7-et, az a nézőszám rovására ment. Erről mi a véleményed, hiszen ez egy nehéz kettősség, hogy te nyilvánvalóan a másik oldalnál ilyen szempontból, de ugyanakkor tényleg könnyű az embernek csak a kanapira lehuppanni és nem kimenni a stadionba szurkolni a kedvenceknek. Hát az igazság az, hogy a kényelem itt a döntő befolyás, de az igazi drukker az kín van a pályán. Tehát az az igazság, hogy való igaz, hogy sokkal, hogy mondjam, kényelmesebb a fotelból bekapcsolni a tévét és nézni a mérkőzést, de a televízión keresztül nem jön át az a hangulat, az a légkör, ami uralja a mérkőzéseket. Azért az egy olyan különleges dolog, amiért érdemes kimenni a stadionba. Továbbra is Zombori Sándorral beszélgetünk, volt válogatott labdarúgóval, aki igen népszerű a Trófoci nevű Facebook oldal, nem tudom, hogy mennyit tudsz te erről, és hogy mennyire zavar téged az, hogy gyakorlatilag hát néha így a viccek keresztüzébe kerülsz, de azt hiszem, hogy tulajdonképpen pozitív szereplőként. Hát köszönöm, hogyha így van, de meg kell mondanom nagyon őszintén, hogy én nem nagyon szoktam olvasni magamról
az írásokat sem negatív, sem pozitív irányba. Ez hozzátartozik szerintem mindenkinek az életébe, aki közszereplőként van jelen a médiába. Én abban biztos vagyok, hogy vannak, akik nagyon utálnak, és vannak, akik elfogadnak, és még olyanok is vannak esetleg, akik szeretnek. Ez így természetes szerintem. Ugyebár ennek az oldalnak több mint 150 ezer lájkolója van Facebookon, ahogy mondja az internetes népnyelv. Tulajdonképpen lehet mondani, hogy ez is egy bizonyíték, hogy lehet, hogy néha mondjuk túlságosan átmennek a vicc egyet határain, de ennek ellenére a magyar labdarúgás egy rendkívül népszerű történet mind a mai napig. Igen, hát a magyar futball az a miénk, akármilyen megítélése van a mi labdarúgásunknak, ez a magyar labdarúgás. És én egyszerűen csak azt tudom mondani, hogy én a mai magyar labdarúgást is imádom. Egyébként tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy te minden mérkőzés szinte megnézel, ha szakkommentátorként dolgozol, ha nem? Tehát, hogy számodra ez nem csak egy munka, hanem egy hobbi? Ez így van. Attól függően, hogy időm engedi, akkor én mindent megnézem. Továbbra is Zombori Sándorról beszélgetünk itt a Magyar Lelátóban. A sporttelevízióban szerencsétlen mondat miatt most per pillanat, amikor beszélgetünk, felfüggesztés alatt állsz, ha lehet ilyen magyartalan mondatot mondani, ez mennyire visel meg téged? Természetesen hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem visel meg, de erről én nem akarok beszélni, erről a sporttelevíziót Máté Padit kéne kérdezni. Most ilyenkor kéne elmondani, hogy Máté Pál telefonszáma, de természetesen nem fogjuk. Viszont egy kicsit azért beszélgessünk erről, arra az oldalára, hogy nyilvánvalóan említetted a beszélgetés korábbi szakaszában, hogy mint nyugdíjas, amikor még arról kérdeztelek a francia életedről, akkor teszem föl, hogy nyugdíjasként azért ez nem egy egyszerű történet, hogy a fő kenyeredet most szünetel. Hát ismét csak azt tudom mondani, hogy igen, komolyan érint. Nekem az egyik megélhetési forrásomat jelentette a sporttelevízió, de mondom, elfogadtam a döntésüket, nem tudok mit tenni, ennyi. Világos. Továbbra is Zombori Sándorral beszélgetünk itt a Magyar Lelátó Sportmagazinban. Említettük, hogy a magyar futball a miénk, és a magyar válogatott is az, Pintér Attila szövetségi kapitánya kinevezését. Te milyen érzésekkel fogadtad? Hát majd eldönti Pintér Attilának a teljesítményét az, hogyha jönnek a mérkőzések sorba egymás után, és milyen teljesítményre lesz képes az a társaság, akit Pintér Attila vezényelni fog. Nem hiszem, hogy illendő dolog lenne előre megítélni Pintér Attilát, akár így, akár úgy. Majd meglátjuk, az eredmények minősítik az edzőket. Gyakran mondják a magyar szövetségi kapitányok, hogy nagyon nehéz úgy 11 jó magyar labdarúgót kiválasztani, hogyha a honi bajnokságban gyakorlatilag több a külföldi játékos, mint a magyar. Erről neked mi a véleményed? Igen, én is ezen a véleményen vagyok. Én nagyon szeretném, ha minél több magyar fiatal lenne a csapatokban. Valóban nagyon sok a külföldi, és azt kell mondanom, hogy a minőséget időnként meg lehet kérdőjelezni. Ugyebár a 16 csapat játszik jelen pillanatban az OTP Bankligában, néha éppen ezért a színvonal bizonyos mérkőzéseknél nem a legmagasabb. Megoldás jelenthet-e az, hogyha ezt a létszámot csökkent? Elképzelhető, de hát ez is megint egy futurisztikus elképzelés. Tehát ott van az MLS-ben, ott vannak a szakemberek, azoknak kell eldönteni, hogy ez így jó, vagy pedig változtatni kell. Volt már olyan, amikor 12 csapatos volt a bajnokság. És nem volt jobb tőle a futball? Ezt így nem mondanám. Továbbra is Zombori Sándorral beszélgetünk itt a Magyar Lelátóban. Úgy tudom, hogy van egy nagyon érdekes törekvése és terve, ami annál már talán több is, mégpedig egy könyvírás. Igen, hát eddig is már megjelent néhány könyvem. Most így ebben, hogy rendkívül sok időm lett így hirtelenjében, most ismét nekiállok egy-két könyvet írni. Remélem, hogy sikerrel jár. Természetesen kiadót kell találni, meg kell találni azokat az embereket, akik ebben partnerek. Hogy látod, hogy mennyire befogadó a magyar, akár mondhatni ezt a könyvkiadókra, és de inkább az olvasókra értem, a sport tematikájú könyvekkel kapcsolatban? Ugye már az internetnek a korát éljük, amikor sokan attól félnek, hogy a könyvek kihalnak. Én nagyon bízom benne, hogy a könyvek sohasem fognak kihalni, de ez most, hogy mondjam, én a saját magam szemszögéből beszélek, én nagyon szeretek olvasni, és hogy mondjam, rendkívül jó érzés az, amikor az ember le tud ülni egy kicsit egy könyvel,
és nyugodtan olvasni tud. Az internetbe is belenézek, természetesen az ember igyekszik haladni a korral, de én azért még most is könyvpárti vagyok. Az, hogy most a sportkönyvek, vagy bármilyen más könyvek, tehát komoly könyvekre gondolok, nem nagyon kerülnek olvasásra, az inkább azért van, mert elment ez a téma is a balhék felé. Tehát a botrány ami előtérbe került. Vélemény szerint ez nem jó, de hát ez van. És te meg tudsz maradni a könyveidnél, a szakmaiságnál, hogy nehogy abba a hibába essél, hogy inkább csinálsz egy sokkal mondjuk rosszabb minőségű könyvet, de olvassák el többen, mint hogy egy értékelhető produktumot? Hát én úgy gondolom, hogy amit majd én megcsinálok, az inkább a szakma része a legfontosabb. Nem szándékozom botránykönyvet írni. Ezt örömmel halljuk, lehet, hogy mondjuk sok hallgatunk, nem? Viszont, ha jól tudom, akkor a következő könyved főszereplője tényleg nem botrányhős lesz, hanem egy másik pécsi legenda, Garami Józsi bácsi. Hát a ti kapcsolatotok azt hiszem, hogy nem tegnap kezdődött, tehát hogyha valaki sokat tud róla, akkor az te vagy. Így van, remélem, hogy sikeres lesz a könyv. Valóban egy nagyszerű emberről van szó, egy kiváló szakmai tudással rendelkező emberről. Csak pozitív jelzőket tudok róla mondani. Hát meg kell nézni az MTK-t. Hosszú évek óta rendkívüli módon garbírozza a fiatalokat, és hogy mondjam, élvezett nézni azt a törekvést, amit Garami csinál. Néha nem aggódsz érte, hogy az időskora miatt már lehet, hogy kicsivel kevesebb stresszet kéne vállalni a futballpályán, ugye azért nem egy olyan munka, amely a legnyugodtabb, nem egy ilyen filozófusi munkakör teljesít, azt hiszem, még akkor is az MTK pályán általában csend van. Ez így van. Ettől függetlenül nagyon remélem, hogy még nagyon sokáig ott lesz a kispad előtt, vagy a kispadon. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy tudtunk beszélgetni ilyen témákról. Zombori Sándor volt a vendégünk, és tényleg hálásan köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Ugyan én köszönöm azt, hogy megkerestetek, és hát bízunk abba, hogy az elkövetkező időszakban a magyar futball ismét a felemelkedés útjára lép, és mondjuk a válogatott is szép eredményeket ér el, és újra egyre többen lesznek a lelátón. Most ugye lesznek új stadionok, minden szépül, úgyhogy miért ne lehetne jobb és jobb futball? Már csak egy kívánságunk, hogy te legyél a szakkommentátor, amikor kijutunk a világbajnokságra. Nagyon szépen köszönöm, ez nem esne szól, de hát kevés az esély erre. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. A védő megpróbál szerelni. Van, ha birtoklod a labdát. Itt a labda birtoklása szó nincs. Hogyha nem történik meg itt az, hogy megint a Ritták lába beakasztja a Koulibalyt, akkor Koulibaly berúgja. De ki akasztja be a lábat? Hát ő. Hát azzal, hogy elérje a labdát először, ezt kérdeztük. Hozzáér a labdához, de nem változik tovább. Meg a labda iránya, nézd meg. Hogy nem változik? Hát megyen arra felé. Akkor én lehet, hogy most felállok, az kémek a műsorban. Ne, reklám, szerintem rögtön is, hogy... Ne, gyerekek, ez innentől ezek a mutatlak. Az szóval az igazság, hogy mindenki tévedhet. Ha ez, még ezek után, hogy a képet látod, ezek után azt mondod, hogy akkor is 11-es, ha a szerepeket fölcseréljük, akkor én felállkozom, miért mindenki fele. Egyébként ezzel, és nem szabadik ülni, akkor nagyon nagy baj van. Vagy dolog van, hogy neked így, hogy így mondod. Vagy ez happy, hát akkor nézzük a képet, csak nem akarok vitatkozni. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Lelátó Sportmagazint hallották. A vendégünk Zombori Sándor volt, én valamennyi munkatársam Csányi Árpád, Havasi Zsolt, Marosvári Dániel, Puskás Balázs és Kovács Szilvia a nevében is. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor szerkesztő vezetőjét hallották, Marti Zoltán. Találkozunk jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban. A viszont hallásra, a viszont látásra. Magyar Lelátó. A magyar sportélet más lelátószögből. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.